Üdvözlöm! Van egy érdekes jelenség. Az ember hajlik arra, hogy oda gondoljon valamit, ami valójában nincs is ott, csak azért, mert úgy véli, hogy annak a dolognak ott kellene lennie. Mondok rá egy példát. Meg szoktam kérdezni embereket. Emlékszel a Danon jellegzetes alakú zöld termékére? Tudod, a kaukázusi Kefír. Vágja rá mindenki automatikusan. Ez egy automatizmus. Nézze meg a képet. A kefír szó nem szerepel a palackon, nincs ráírva. Azt csak a mi elménk vetíti oda. Mert hogy annak kellene lennie. Kaukázusi kefírnek. De ez nem az, nem is állítja, hogy az. Nézze csak a hátoldalt. Kefír jellegű tejtermék. Jellegű. Ha valaki reklamálna, azt mondhatnák, mi nem állítottuk, hogy ez kefír, az csak öngondolta róla. Megszoktam kérdezni az embereket. Láttad a COVID kapcsán az óriás plakátokat, amelyeken Hírességek reklámozták a védőoltást. Vágja rá, mindenki automatikusan. Ilyenkor tovább kérdezek. Oké, okay. pontosan mi volt a plakátra írva? Meglepődnek, és a többség nem tudja felidézni. Persze, hogy nem, hiszen az automatizmus lezárta az emlékezetet. Arra emlékszik, amit látni akartunk, és nem arra, ami oda volt írva. Segítek! Nem az volt odaírva, hogy védőoltás, csak az, hogy oltás. A védőszót csak az emberek elméje vetítette oda. Mert hogy annak kellene lennie. De senki sem állította, hogy ez az. Az oltás szó csak azt jelenti, hogy injekciós tűn keresztül befecskendezünk a testbe valamit. Az a valami lehet bármi. Az lehetne akár méreg is. Az oltás szó nem jelenti azt, hogy az védőoltás. Senki sem állította, hogy a Danon terméke kefél. Csak azt, hogy kaukázusi. Senki sem csapott be senkit. Merkeli professzor sem állítja, hogy ez védőoltás. A plakátokon ez olvasható. Az oltás működik. Azt, hogy mi az én orvosi szakmai véleményem a Covid kapcsán bevezetett oltásról, részletesen kifejtettem a Jog az Egészséghez Egyesület honlapján található kisfilmjeimben. Ha van kedve, nézze meg! Koronavírus átverés helyett orvosi tudományos tények. Miért nem esek térdre a védőoltások előtt? Egy pánikjárvány tanulságai. Védőoltások. Mi lehet az igazság? Önre bízom, hogy eldöntse, ez kefír vagy kefír jellegű tejtermék.